Az Óbecsei Tiszamente Lovas Klub Óbecse községgel, Óbecse község ifjúsági irodájával és Óbecse község sportszövetségével együttműködve október 8-a a város felszabadulása alkalmából hagyományos lóversenynapot szervez. A tervek szerint 5 ügető versenyt rendeznek, amelyeken Szerbia minden részéből indulnak lovak és versenyzők. Még polgártársaink a vágtán vesznek részt. A sima vágtán, azaz a falusi versenyen a mi fiataljaink vesznek részt, és egy veteránunk, Pap Géza, aki kitalálta ezt az egészet, és aki a nemzeti vágtán is szerepelt, amelynek előfutamait nálunk tartják, a főfutamot pedig Budapesten. Ezt valójában azért tartjuk, hogy felkeltsük a fiatalok figyelmét. Hát ha ezáltal könnyebben bekapcsolódnak a klubunkba is. Ők valójában a rekreációs lovaglást gyakorolják, valamint a fiáker hajtást. A napokban fejeződnek be az előkészületek a radarállomás melletti versenypályán, a látogatókat pedig nagyon érdekes és látványos futamok várják, amelyeken mintegy 40 ló vesz részt. A futamok biztosan minőségesek lesznek, mert a lovak nagyon egy szinten vannak, különösen Óbecse város futama, amelyen 6 behozatali ló szerepel, valamint az a kanca, amelyik részt vett a rangadón, amely egyike a legerősebb generációs lóversenyeknek. Ő életében egyszer futott, Gil Higgins névre hallgat, Tomó Visnyics tulajdona és megnyerte a rangadót, úgyhogy ezek mindenképpen minőséges és szép futamok lesznek. A tervek szerint a Tiszamente Lovas Klubot 6 ló képviseli majd a pályán, az összes verseny nyeremény alapja pedig 410 ezer dinár. Lehetne véleményem szerint több is, de elég nehéz időket élünk. A probléma valójában a lovak ide szállítása is, mert bizony elég drága a szállítás, és költséges minden, ami ehhez tartozik, a futamon való részvétel is. Mi ezúton szeretnénk köszönetet mondani Óbecse községnek, amely egyébként a fő szponzora ennek a lóversenynapnak. És külön kiemelném Mándics urat, aki sokoldalúan törekedett arra, hogy segítséget nyújtson. Annak érdekében, hogy ez a nap sikeres legyen, és hogy minden a legnagyobb rendben történjen. Van segítségünk továbbá Vászár Csikulszkitól, Sztevan Rakicstól és Csábi Líviától is, aki Csábi István lánya. A versenyek mellett a szervezők gazdag kísérő tartalommal is készülnek minden látogatónak. A futamok mellett lesznek itt pónik is a gyerekek számára, így lovaglási lehetőséget is biztosítunk. Palánkáról érkeznek lányok lovakkal, akik a lovaglásra tanítják majd a gyerekeket. Úgyhogy lesznek itt egyéb tartalmak is. Még csak az időjárás is kedvezzen, hogy egy valódi szép lóversenynapot tarthassunk, ahol a közönség élvezheti majd a futamokat. Törekedni fogunk arra, hogy a rendezvényen legyen enni és innivaló is, kürtős kalács és más édességek. Mindezt annak érdekében, hogy szépen teljen el ez a lóversenynap. Emlékeztetőül még egyszer elmondjuk, hogy az ügető nap vasárnap lesz megtartva 14 óra 30 perctől a radarállomás melletti lóversenypályán. A belépőjegy ára 200 dinár.